Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Tel televízió híradóját látják. Bence Péter vagyok, fő témáig néhány mondatban. Koronavírus a tolnai idősek otthonában. Több ellátottnak és dolgozónak lett pozitív a tesztje, a fenntartó mégsem ad tájékoztatást. Szabad a gazda este is, mégis lehet éjszaka kutyát sétáltatni. Ingyenes parkolás, a kreszt és a várakozási zónák szabályai továbbra is érvényben vannak. Útfejlesztés Tolnán, az egész városon áthaladó beruházás kezdődött el. Koronavírusos a tolnai idősek otthonának több lakója és dolgozója. Az időseket a Tolna megyei Balassa János kórházban különítették el. Azt egyelőre nem tudni, hogy hányan vannak a fertőzött idősek és a munkavállalók, és hogy milyen intézkedéseket tervez az idősek otthonát üzemeltető Szekszárd és környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás, aminek az elnöke az ilyen Szekszárdot képviselő Faragó Zsolt. Őt ugyan megkerestük, ám nem válaszolt a kérdéseinkre. A tolnai idősek otthonában koronavírus gyanús betegeket találtak, ismerte el televíziónknak a szociális központ igazgatója. Rottenbacher Ádám kamerán kívül elmondta, az érintettek izolációját követően az intézményben mindenkin elvégezték a koronavírus tesztet. Több ott dolgozó, valamint ellátottnak is pozitív lett az eredménye. Őket azonnal kiemelték az intézményből és a megyei kórházba kerültek. Rottenbacher Ádám hozzátette, azért kellett kórházba szállítani az időseket, hogy megakadályozzák a továbbfertőződést. Ennek érdekében teljes körűen fertőtlenítették az intézményt. Ugyanakkor a Szociális Központ két szekszárdi intézményében eddig nem észleltek megbetegedéseket, tette hozzá Rottenbacher Ádám. A vezető azonban nem árulta el, hogy hányan és milyen állapotban vannak jelenleg a fertőzöttek. Az intézmény fenntartójához a Szekszárd és környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás elnökéhez irányított minket. Ő Faragó Zsolt, az ilyen Szekszárd képviselője, akit megkeresnünk. Faragó Zsolttól szerettük volna megtudni, hányan fertőzöttek meg a társuláshoz tartozó intézményekben, hányan vannak közülük kórházban, mennyi tesztet végeztek el, tesztelték-e az otthonok valamennyi lakóját és dolgozóját, azok közül mennyi teszt eredménye lett pozitív. Milyen további intézkedéseket tervez a koronavírus megfékezése érdekében? Faragó Zsolt ugyanakkor válaszra sem méltatta a televízió megkeresését. Szeptembertől egyébként ismételten bezárták a nappali idősek otthonát, valamint határozatlan időre lezárták a bentlakásos idős otthonokat abból a célból, hogy a látogatók véletlenül se hurcolhassák be a vírust. 24 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak kedden Tolna megyében. Ezzel 1478-ról 1502-re nőtt a járvány kezdete óta az országnak ezen a részén beazonosított megbetegedések száma. Az országban elhunyt 101 beteg, 3945 fővel nőtt a fertőzöttek száma. Ezzel 122.863 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 2697 főre. A közterületeken is hordani kell a szájmaszkot a 10.000 főnél nagyobb lélekszámú településeken. Ezt kedden este 8 órakor jelentette be Orbán Viktor. A miniszterelnök ugyanakkor a helyi önkormányzatokra bízta, hogy jelöljék ki az érintett területeket. Ennek értelmében a legtöbb településen csak csütörtöktől lép hatályba a szerdán megalkotott helyi rendelet. Szekszárdon a város egész területén kötelezővé tették a maszk használatot. Pakson az önkormányzat táblával jelöli majd az érintett helyeket, ezek között lesznek például az atomtér, a buszmegállók és a játszóterek. Bonyhádon és Tolnán a közparkok és a zöld területek kivételével mindenhol kötelező a szájat és az orrot takaró maszk viselése. Dombóváron a buszmegállókban, a buszpályaudvaron, a vasútállomáson, a piacon és a nevelési oktatási intézmények bejáratától számított 25 méteres területen belül lesz kötelező a védőmaszk viselése csütörtöktől. Kijárási tilalom lépett életbe szerda éjféltől. Ez azt jelenti, hogy ha valaki nem a munkából tér haza, vagy éppen oda tart, nem tartózkodhat az utcán este 8 és reggel 5 óra között. Ez alól tett kivételt a miniszterelnök. Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóban tudatta, hogy az este 8 órától hajnal 5-ig érvényes kijárási korlátozás alól felmentést kaphatnak a kutyatartók. Artura, 6 éves vizsla, örömmel ment sétálni reggel 8 óra táján. Ezt naponta többször megismétlik gazdájával. Az app tulajdonosa azt mondja, este 8 óra után és hajnalban nem szokta levinni kedvencét, így a kijárási korlátozás nem érinti érzékenyen. 7 óra, akkor már sötét van, akkor már nem járunk ki, 4 óra után. Csoki! Gyere ide, gyere!
Csoki, a 4 éves keverékkutya boldogan szimatol a szokásos reggeli sétáltatáskor. Az állat minimum 15-20 percet tölt egy-egy ilyen alkalomkor a szabadban. A gazdája azt mondja, sokszor este ér haza a munkahelyéről, és csak utána tudja kivinni a kutyáját. Van, amikor este is lehozom, munka után. Mikor ér haza a munkából? 8 óra után. Sok lakótelepi kutyatulajdonosnak problémát okoz a korlátozás. Az országban nagyjából 3 millió kutya él, közel felük városban, lakásban. Ezeket az állatokat naponta többször is le kell vinni sétálni, levegőzni, és hogy elvégezzék a dolgukat. De van, amelyik 8 órától nem bírja ki reggelig. A gondot a kormány is érzékelte. Hol vannak a blokkok? Még nem hoztam őket. A miniszterelnök Óvádi Pétert a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos fogadta, akivel megállapodtak a helyzet rendezéséről. Azt a megoldást kell csinálnunk, hogy kivételt engedünk. Okay. A kivétel részletszabályait odaadjuk az önkormányzatoknak, és a kutyafuttatók bezárásáról szóló részletszabályokat is odaadjuk az önkormányzatnak, mert ahány kerület, ahány város, annyi fajta kutyafuttató. A lakás 500 méteres körzetében tehát lehet sétáltatni az ebeket szerdától is. Időkorlát nincs. A szekszárdi önkormányzatnál úgy döntöttek, a kutyafuttatók nyitvatartási idejét is kitolják, így ezekre a helyekre is le lehet vinni a kutyákat. Szekszárdon is ingyenes lett a parkolás november 4-től, viszont azokon a területeken, ahol legfeljebb 2 óra időtartamot lehet várakozni, nincs változás. Ott a parkolás továbbra is ingyenes és időkorlátos. Varga András, a városigazgatási és rendészeti osztályvezetője azt mondja, a díjtalanság nem oldja fel a közlekedési táblák és a KRESZ szabályok betartásának kötelezettségét, ezért az autósoknak érdemes figyelniük, hol és mennyi ideig parkolhatnak. 4 hónap után újra ingyenes a parkolás Szekszárdon. November 4-én lépett életbe a kormány azon rendelkezése, amivel újra ingyenessé tette az önkormányzatok, illetve az állami tulajdonban lévő területeken a parkolást. A magánkézen lévő parkolókra ez nem vonatkozik. Az újra bevezetett intézkedések a Tolnai megyeszékhelyen 23 területet érintenek, hiszen a maradék 25 parkolási lehetőséget nyújtó területen eddig is ingyenes volt a várakozás 2 óra időtartamig. Ez most nem változott, itt továbbra is azok a szabályok érvényesek, mint eddig, tehát a parkolás megkezdésének idejét tárcsával kell jelezni, és maximum 2 órát lehet várakozni. Itt független attól, hogy a fizető övezetekben díjmentes a parkolás, és ott elvileg innentől kezdve nincs időkorlát, tehát ott lehet várakozni korlátozásmentesen, de a 2 órás övezetekben tovább is érvényes ez a szabály, tehát ott 2 óra időtartam után el kell hagyni a parkolóhelyet a gépjárművel. A szabályok megszegését a közterületfelügyelet munkatársai szankcionálják. Figyelmeztethetik, megbüntethetik, vagy akár fel is jelenthetik a szabályszegő járműtulajdonost. Varga András arra is felhívta a figyelmet, hogy bár ingyenes lett a parkolás az eddig fizetős zónákban, de a közlekedési táblákat és a KRESZ szabályait továbbra is be kell tartani. Ez nem jelenti azt, hogy most aztán bárhol, bármikor meg lehet állni, hanem ezeket a közlekedési szabályokat, KRESZ előírásait továbbra is be kell tartani, és ha valaki egy ilyen megállítós tábla hatája alatt áll meg, akkor továbbra is bírságolni fogjuk. Tehát a megállás, várakozás, behajtási korlátozásokat továbbra is figyelembe fogjuk követni és szankcionálni fogjuk. A november 4-én bevezetett intézkedések egyelőre 30 napig, tehát december 3-áig érvényesek. Különleges online előadás sorozatot indít a Szekszárdi Balassa János Kórház egészségfejlesztési irodája. Az EFI Facebook oldalára csütörtökönként feltöltött videók célja, hogy az olyan fontos témákban, mint például a stresszkezelés vagy a depresszió, hiteles és érthető, a mindennapok során is használható információkat adjanak a lakosságnak, ezzel is javítva a járványhelyzet által is egyre inkább igénybe vett mentális egészségi állapotukat. Legközelebb november 12-én mutatnak be újabb videókat. Reggel 8 órától a felső tagozatos és középiskolás korosztályt, 10 órától a nyugdíjasokat, délután 6 órától és este 8 órától pedig a felnőtt lakosságot szólítják meg az EFI szakértői. Teljesen felújítják a Tolnán áthaladó 51-12-es számú utat. A beruházás állami pénzből valósul meg, így nem terheli a település költségvetését. Az átadásra a tervek szerint jövő nyáron kerül sor.
Lassítva tudnak csak haladni az autók a Tolnán keresztül haladó 51-12-es úton néhány hete. Itt már elkezdte a kivitelező az elmúlt évek a várost érintő legnagyobb útfejlesztését. Az utat ugyanis teljesen helyreállítják. A beruházás a Közép-Dunamenti térségfejlesztési program részeként kezdődhetett el. Teljes útburkolat, aszfalt, szőnyegezést fog kapni. A kivitelezés befejezési várható határideje ez jövő év nyár elejé lesz. A most még fehér kavicssal felszórt területeket a tervek szerint a kivitelező 1-2 héten belül szilárd aszfalt réteggel zárja majd le, így az ideiglenesen megbontott útszakaszok egyelőre megszűnnek. Ezt követően a tél közelette miatt ideiglenesen leáll a kivitelezés. A közút azt kéri, hogy amíg a fejlesztés tart, az autósok legyenek türelmesek és megértőek az érintett szakaszokon. A kivitelezés ideje alatt félpályás lezárások lesznek. Itt előre is kérjük, illetve köszönjük a helyieknek, illetve a közlekedőknek a türelmét. Sajnos ezzel fog járni, de a kivitelező ütemezése, illetve ígérete szerint ezeket gyorsan el fogja végezni, hogy ne okozzon különösen problémát. A Tolnán áthaladó 51-12-es útfelújítási munkálatai tehát várhatóan jövő nyár elejére fejeződnek be. Turulszobrot avattak Kakasdon. A magyarság ősi szimbóluma egyre több településen jelenik meg újra köztéri szobrok formájában. Orbán Attila, Tolna megyei közgyűlés alelnöke az avató ünnepségen azt mondta, a múlt szimbólumai is erősítik a nemzettudatot. Ha összezárunk, hitben megerősödünk, Isten rendeltetésének és parancsainak eleget teszünk, nincs az a vihar, ami elsöpörne minket. A szobor felállítását a település lakossága kezdeményezte. A kakasdi székely lakosságnak régóta vágya volt, hogy egy turulszobor és egy székelyszekér elhelyezésre kerüljön itt Kakasdon, és ez a cél most megvalósul ezzel az átadással, avatással. A turul egy olyan ősi jelkép, mely egyre többször jelenik meg a településeken. Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke azt mondta, a magyarság próbákat állt ki az elmúlt évszázadokban, és erősödött meg ezáltal. A múltnak a szimbólumaiból, múltból hozott szimbólumokkal, történésekkel egyben jövőt is építünk. Az ünnepség részeként a Kakasd büszkesége címet adták át Kozma Csabának és Sebestyén Györgynek. Regionális híreink következnek. Veszteséges Mártonnap, a túlélés a tét az éttermeknél. Sportolni vágyókat várnak az új helyen, fejlesztés a Baranyai Sejnő. Félbeszakadnak az amatőr bajnokságok, a sportszektorban is szigorítottak a járvány miatt. Elmarad a vendéglátósok, éttermesek őszi csúcseseménye a Márton nap. A hagyományos liba ételek kóstolását a kormányzati szigorítás miatt csak házhoz szállítva élvezhetik a fogyasztók, ami több költséggel jár az éttermeknek. Ugyanis az éttermek szerdától zárva vannak. Sok étteremben azonban már bevásároltak, számítva a vendégekre, ezért remélik, valami visszajön a pénzükből, bár erre kevés esély van, hiszen a kiszállítás miatt sokkal kevesebb marad a vendéglátósok zsebében, így talpon maradásuk esélye is jelentősen csökken a szakember szerint. Mártonnapi liba lakoma, mártonnapi menü, hirdetik ezek a korábbi plakátok. Idén azonban nem hoz hasznot a liba sült az éttermeknek, mondja az ismert pécsi séf. Pedig a vendéglátósok bevásároltak már a mártonnapra, mert ez az őszi szezon csúcsa. Az emberek megtöltik az éttermeket, és azért egy olyan kimagasló hagyományá vált itt Magyarországon, hogy erre nagyon-nagyon rákészülnek, úgymond a vendégek is, és az éttermesek is. Szerdától abban reménykedhetnek csak, hogy a házhoz szállításban el tudják adni a libás ételeket. Eddig ez az év rossz volt, mondja Teleki Zoltán. Tavaszi bezárás, majd nyári nyitás, de elhalasztott programok. Most ősszel újra szigorítás. Csak a házhoz szállítás maradt, de kérdés, elég lesz ez az életben maradáshoz. Kiszámoltuk, 100 forint után 52 forint marad, egyszer, hogyha kifizetünk egy házhoz szállított céget, és akkor még ugye itt növeli az iparőzési adót is, és még ebben nincs benne a csomagolóanyag. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor nem éri meg, mert hogyha mondjuk egy 1500 forintos menüből megmarad 600 forint a végén, akkor a mínuszért dolgozunk. Nagyon sok étterem ez miatt is fog
én szerintem tönkre menni, nem szólnak utána, hanem azt nézik, hogy szerencsétlenek beleszaradnak, hogy minél többet tudjanak eladni. Télen újra csökken a vendéglátók forgalma, hagyományosan alacsony bevételek vannak januárban, februárban. Április közepén kezdenek újra étterembe járni többen, mondja Teleki Zoltán. Ezért szerinte sokan nem fogják átvészelni a következő időszakot, és tönkre mennek. Javában zajlik a Zöldváros rehabilitációs program Selyen, amely a Korongi teret és a Batthyány utca végét, a Dózsa-György utca elejét köti majd össze. Ezzel párhuzamosan az egykori sajtüzem területén egy topos projekt keretében sport- és multifunkciós létesítményt építenek, ahová elsősorban kardió- és erőnléti edzésekre alkalmas berendezések kerülnek. Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében elnevezéssel indult egy összehangolt fejlesztés Selyén. Ehhez szorosan kapcsolódik az a barnamezős beruházás, melynek keretében egy multifunkciós sportlétesítményt adnak át hamarosan. A fejlesztés ez egy volt mizó terephely, aminek a helyén egy sportközpont, egy rekreációs tér, egy fitnessterem épült, ami egy nagyon fontos, egy sétánnyal ellátott terület lesz, tehát feltárja ezt a régi ipari létesítményt, egy olyan új városközpontot alakít ki, ami párhuzamos lesz az eredetivel, viszont egy új látványtengelye lesz egy a kis városunknak, és egy új életteret is ad neki. A megvalósuló új 1 kilométer hosszú központi tengely összeköti majd a városházát, az általános iskolát, az óvodát, a bölcsődét, a sportcsarnokot, a városi piacot, a buszpályaudvart, az egészségügyi és a munkaügyi központot. A sétány az meghaladja az 1 kilométer hosszúságot, tehát ha sétál utcának gondolnánk, ahhoz elég hosszú, vagy talán már túl hosszú is, de szabadidős szempontból is fontos, mert nagyon sokan futnak itt a településen, biztos, hogy fogják arra is használni, és az is nagyon fontos, hogy milyen tengelyen helyezkedik ez el, ez a sétány. Itt az önkormányzatunk nem messze a beszélgetés helyszínétől, nagyjából 100 méterre. Ez lesz egy sportlétesítmény, és körülbelül 150-200 méterre ott van az iskola, óvoda és a bölcsöde. A most zajló beruházások Európai Uniós forrásból, hazai pályázatból és a közmunkaprogram keretében valósulnak meg Selyén. Az amatőr csapatsport, amelyhez a nem profi ligák küzdelmei, valamint az utánpótlás sport tartozik, szünetel az elkövetkezendő 30 napban. A Magyar Labdarúgó Szövetség hozott legelőször határozatot arról, hogy kik folytathatják a bajnokságot. A szabadidős létesítmények, fitnesstermek, fedett uszodák 30 napra bezárnak. Sikerszériában van az MB3 középcsoportjában szereplő HR-rend Kozár-Michelin labdarúgó csapata. Jelen a Richard együttese zsinórban 4 mérkőzést nyert, de a szerda 0 órától életbe lépő korlátozások miatt a következő 30 napban számukra szünetel a bajnokság, bár erről hivatalos állásfoglalást még nem kaptak. Hogy ez egy nagyon különleges helyzet, nem is tudom, hogy volt-e ez hasonló. Nekünk még 4 mérkőzésünk lenne, ami a felnőtt csapatot illeti. Nyilván az utánpótlásnak sok, sőt az utánpótlás helyzetét nehezíti, hogy már eddig is sok mérkőzés el volt tolva, tehát ott már teljesen kuszák a bajnokságok. Ezt, hogy sikerül majd kisimítani, az egy nagyon érdekes kérdés lesz. Amit most sejtünk, hogy majd ezt a 4 meccset átrakják tavaszra, és legfeljebb szerdán ilyen hétközi meccsek formájában kell lejátszanunk, amennyiben a vírushelyzet majd akkor engedni fogja. Akár csak kosárlabdában, kézilabdában is csak az NB1 A csoportja számít profi ligának hazánkban. Az NB1 B csoportjában szereplő PVS-e férfi kézilabda csapata egyelőre bizonytalan a jövőt illetően. Nem sokat türelmet kér az MKS, várják a kormányrendeletet, illetve a pontos határozatokat. Az biztos, hogy a mi ligánk, az NB1B, az amatőr ligához tartozik. Mi edzettünk tegnap is 2, ma is 2, úgyhogy bízunk a folytatásba. Nehézséget okoz az is, hogy a koronavírus járvány miatt több csapat már halasztott mérkőzést. Ezeket és a korlátozások miatt elmaradó fordulókat előreláthatólag jövő tavasszal kell pótolniuk a csapatoknak. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Koronavírus a tolnai idősek otthonában, több ellátottnak és dolgozónak lett pozitív a tesztje, a fenntartó mégsem ad tájékoztatást. Szabad a gazda este is, mégis lehet éjszaka kutyát sétáltatni. Ingyenes parkolás, a kreszt és a várakozási zónák szabályai továbbra is érvényben vannak.
Útfejlesztés Tolnán az egész városon áthaladó beruházás kezdődött el. Csütörtökön is alapvetően borult marad az ég, helyenként makacsul megmaradó köddel szitálással. A légmozgás nem lesz számottevő, a hőmérséklet a szerdaival nagyjából megegyezik, éjszaka nem változik számottevően az időjárás. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!